Jó estét kívánok, ez a Hírös Hírek hétfőn este 19 órakor a híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Fényderült a hétvégi autós üldözés részleteire. Számos újdonsággal készül az új tanévre a Neumann János Egyetem. Elkezdték elszállítani az utcákra kihelyezett karácsonyfákat Kecskeméten. Autós üldözés volt szombat éjszaka Kecskeméten. A rendőrök a forgalom veszélyeztetése nélkül próbáltak követni egy intézkedés elől menekülő száguldozó autóst, de végül a biztonság érdekében feladták. Másnap vették végül őrizetbe a sofőrt, aki ráadásul el volt tiltva a vezetéstől. Este 9:30 után jelentek meg az első hírek a Facebookon a nem mindennapi esetről. A városban kispiros autót 4 rendőr üldöz 15 perce, vigyázzatok! Ilyen és hasonló bejegyzések indították el a több százas kommentáradatot, amelyek hamarosan már balesetveszélyes szituációkról is számot adtak. Volt, aki szerint majdnem karambolozott a menekülő autóval, mást kis hián elütött. A Kápolna utcán próbáltunk meg átmenni a járdán a Végmihály téri kereszteződésben, amikor a barátom visszarántott, mert a tér felől a Macskaköves úton őrült sebességgel jött egy kis piros autó. Mondta kérdésünkre egy járókelő. A fiatalok szerint a Hyundai Getz ugyanazzal a lendülettel fékezés és körültekintés nélkül hajtott át a Kápolna utca beláthatatlan kereszteződésén a szemben lévő Losonci utcába, ahova pár másodperc múlva egy rendőrautó is követte. Az ámokfutás úgy kezdődött, hogy a hatóságok előtt sem ismeretlen autó vezetője szembejött egy járőrkocsival a külső szegedi úton. Amint a jármű elhaladt mellettük, észlelték, hogy a járművet egy olyan személy vezeti, akivel szemben már több alkalommal intézkedtek korábban, és tudomásuk volt arról, hogy a személynek sem vezetői engedélye nincsen, valamint a járművezetést eltiltás hatálya alatt áll. Ezért a rendőrök fény- és hangjelzésen megállásra utasították. A sofőr először úgy tett, mintha eleget tenne a felszólításnak, majd gázt adott és menekülni kezdett. A járőrautó követte, majd egyre nagyobb erőkkel próbáltak a nyomában maradni. Dr. Bóner Zsolt közlekedésrendészeti osztályvezető szerint végül már 3 autót vett igénybe az intézkedés. Negyed óra alatt bejárták a város nagykörúton belüli részének számos utcáját, miközben a kis Hyundai Getz egyre inkább eldurvult a szabályok megsértésében. Száguldott, piroson ment át, sőt, egyirányú utcába forgalommal szembe is behajtott. A rendőröknek így nehéz volt követniük. Nem üldözése volt ennek a járműnek, mint ahogy többen itt tévesen is úgy gondolták, hogy ez üldözés volt, a kollégák követték, mindenek előtt szem előtt tartották a közlekedésben résztvevő többi személy élet és vagyonbiztonságát, épp ezért biztonságos távolságban haladtak a jármű mögött. Az egyre gyorsuló autó egyre veszélyesebb szituációkat okozott, ezért a rendőrök jobbnak látták feladni a küzdelmet. És mivel ismerték a járművet és a vezetőt is, korábban számos hasonló eljárás volt már vele szemben, vasárnap reggel az utcán leparkolva megtalálták az autót, este pedig közterületen elfogták és őrizetbe vették a sofőrt is. A 40 éves kecskeméti férfi gyorsított eljárásban még a héten bíróság elé állítják, egyebek mellett egyedi azonosító jel meghamisítása miatt, ugyanis egy másik autó rendszámával közlekedett. Szerencsétlenül kezdődött az év annak a 39 éves férfinak, aki ittasan vezetett, majd árokba hajtott január 6-án szombaton este Kiskunfélegyháza határában. A helyi sofőr egyedül utazott, a baleset következtében pedig súlyos sérüléseket szenvedett, így kórházba szállították. Csongrád felől haladt a Peugeot 206-os, amikor vezetője egy balra ívelő kanyarban valószínűleg a nagysebesség miatt kisodródott, majd árokba hajtott, és többször felborult, valamint visszacsapódott az útra. Az autó a tetején állt meg, és totálkárosra tört. A járművet a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt az érintett útszakaszt a helyszínnel és idejére teljesen lezárták. A karambol körülményeit pedig tovább vizsgálják. Információink szerint többen tettek bejelentést, hogy korábban már a városban is száguldozott a férfi. Ma kezdődött el Kecskeméten az utcákra kihelyezett karácsonyfák elszállítása. Reggel Hetényegyházán külső és belső nyírben, a Petőfi városban, Úrihegyen és Katonatelepen gyűjtötték össze a fenyőket a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Munkatársai. Holnap többek között a belvárosban, a Széchenyi városban és a Szelei faluban érdemes kihelyezni a fákat. Minden városrészbe 2 alkalommal mennek ki a fenyőkért a szemétszállítók. Szombaton volt vízkereszt, amely a legtöbb családnál egyet jelent a karácsonyfák lebontásával.
Volt, aki nem várta meg a farsangi időszak kezdetét, és már hamarabb megszabadult a fenyőktől, így városszerte lehet már látni az utcán árválkodó fákat. Utána jártunk, mikor viszi el ezeket a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft., amely tavaly október 1-jétől végzi ezt a közszolgáltatást városunkban. Kiderült, hogy januárban városrészenként 2 alkalommal gyűjtik be a karácsonyfákat díjmentesen. Ma Hetényegyházán, külső és belső nyírben, a Petőfi városban, Úrihegyen és Katonatelepen vitték el a fenyőket. Aki még nem bontotta le karácsonyfáját, majdnem 1 hete van rá, 15-én hétfőn ugyanis újra elviszik az összegyűlt hulladékot. Január 9-én kedden már Alsószékton, belső nyír, Aladány-Benei út felüli részein, a belvárosban, Máriahegyben, a Máriavárosban, Minteleken, a Széchenyi városban, Szelei faluban, Talfáján és a Villanegyedben kell kihelyezni a fákat. Ha valaki nem teszi meg ezekben a városrészekben, 16-án pótolhatja. Az ingatlan előtti közterületre kell kihelyezni a kiszolgált fenyőket a gyűjtési napon reggel 6 óráig, ügyelve arra, hogy a jármű és gyalogos közlekedés ne akadályozzák, és kézi erővel is el lehessen vinni azokat. Aki nem a megadott időpontokban helyezik ki a fákat, gondoskodnia kell azok elszállításáról, amely már nem ingyenes. A szállítás ütemezésének részleteit keressék hírportálunkon, a híres.hu-n. A szokatlan januári időjárás nem csak az emberekre van hatással, hanem természetesen a környezetünk növény- és állatvilágára is. Utána jártunk, mi történik olyankor a növényekkel, amikor a szokásosnál ennyivel enyhébb a tél. Lajos mizsén szedtem egy néhány perccel ezelőtt, és ahogy megmozdítom a rügyet, látszik, hogy már zöld. Egy megyfa rügyező ágát mutatja Ágoston János, amelyen jól látszik, hogy hajtásnak indult. Ez általában csak február végén szokott bekövetkezni, azonban a szokatlanul meleg időjárás miatt a hajtások már most elkezdtek növekedni. Sokkal hamarabb elindulnak a növények, tehát ők is érzik ezt a tavaszt, és növekedésnek indulnak. Ami lehet rossz, hogyha az idő hidegre fordul, akkor ezek a növények megfagyhatnak, elpusztulhatnak. Itt mögöttem például látható itt a Petőfi Sándor utcán, hogy a 2017-es őszi virágzású krizantém még mindig virágzik, illetve a tövén már megjelentek az új hajtások, ami azt jelzi, hogy a növény is úgy érzi, hogy tavasz van. Nem csak az jelenthet problémát, hogy később esetleg elfagynak a fejlődésnek indult hajtások, hanem az is, hogy az enyhe idő a kártevőknek, kórokozóknak is kedvez. Hogyha marad ez a meleg, száraz időjárás, akkor több bajt okozhatnak a takácsatkák vagy a molytetvek, pedig ezeknek télen el kellene pusztulniuk. Az lenne a legideálisabb, hogyha egy ilyen -4, +4 fok körül maradna a hőmérséklet, és akkor ez biztosítaná a növényeknek még a kellő hideget, illetve megakadályozná azt, hogy nagyon kihajtsanak. Hogyha sajnos bekövetkezik ez a fagyosabb, hidegebb időszak, akkor termésveszteséggel kell, hogy számoljanak legalábbis a gyümölcstermesztők is mindenképpen. Vagyis az enyhe tél semmiképpen sem kedvez a termésnek, mert vagy az esetleges későbbi fagyok, vagy az áttelelő kártevők okozhatnak fejfájást a gazdáknak. Megnyugtató pénzügyi kondíciókkal készül a 2018-2019-es tanévre a Neumann János Egyetem. Az intézmény tavaly sikeres pályázati évet zárt, amelyre alapozva idén több kutatás-fejlesztési program is elindul. Az idei év legnagyobb újdonsága azonban a gazdaságtudományi kar, amely újabb képzések indítására kapott lehetőséget, és már ott lesz a jövő héten kezdődő edukáció nemzetközi oktatási szakkiállításon is. A Neumann János Egyetem tavaly összesen 20 pályázaton szerepelt eredményesen. Az ezek révén elsősorban kutatásfejlesztésre rendelkezésre álló forrás mintegy 6,5 milliárd forint. Az induló projektek mellett a legtöbb változás az új gazdaságtudományi karon várható a következő tanulmányi évben. A gazdaságtudományi karunk már az eddig is meghirdetett 3 alapszak mellett megkapta az akkreditációját a mesterszakra, illetve egy MBA képzésre. Az új karra jelentkezőket számos újdonság várja, majd ezek közül az egyik legjelentősebb és az országban csak Kecskeméten elérhető egy speciális ösztöndíjrendszer. Újdonságként jelenik meg a következő tanévben a gazdaságtudományi kar részére kifejlesztett új ösztöndíjrendszerünk. Ez egy nagyon speciális és csak a mi egyetemünkön található meg. Ennek az a lényege, hogy azon hallgatók pályázhatnak az ösztöndíjra, akik 400, illetve 425 pontot érnek el a felvételi eljárás során. Pályázni nem az egyetemünkhöz, hanem a Pallas Athenaeum Domus Mentis alapítványhoz kell a hallgatóknak.
A kidolgozott ösztöndíj program egyik pillére olyan lehetőséget kínál majd a leendő hallgatóknak, amellyel garantálható egy kiszámítható tanulmányi időszak. Aki az egyetem honlapján elérhető kritériumoknak megfelel és felvételt nyer, az ösztöndíját lényegében automatikusan megkapja. A Neumann János Egyetem bemutatkozik majd a január 18-án kezdődő Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is a Hung Expo területén, ahol ott lesznek az intézmény duális partnerei, valamint Kecskemét megyei jogúváros önkormányzata is. Több mint 519 milliós uniós pályázati forrás nyert el a Kecskeméti Szakképzési Centrum annak érdekében, hogy képzési rendszerét még inkább a munkaerőpiac igényeihez igazítsa. Az Európai Szociális Alapból elnyert pénz felhasználásával olyan program indul majd Kecskeméten, amely segíti a szakmát szerzett diákokat a tanulásból a munkába történő átmenet során. A duális szakképzés keretében biztosított tananyag révén olyan készségeket is elsajátíthatnak a fiatalok, amelyek megkönnyítik számukra az intézményben maradást, vagyis csökkentik lemorzsolódásukat. A projekt keretében növekedhet az intézmények komfortfokozata és sor kerül a pedagógusok továbbképzésére is. A Kecskeméti Televíziónak Levicki Ciril, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondta, hogy az 519 milliós támogatásból megvalósuló program összesen 10 intézményt érint, és már január végén elindul. Kecskeméten indították el választási kampányukat a Momentum országos jelöltjei szombat délután. A kampánystarton részt vett mind a 106 egyéni választókerület jelöltje, valamint az elnökségi tagok is, akik beszédükben hangsúlyozták, fő céljuk a politikai generációváltás. A Momentum párt országos kampánystartját szombaton Kecskeméten a Kossuth téren tartották. Soproni Tamás kampányfőnök beszédében elmondta, a következő 14 hétben 14 a mindennapokat érintő témával mutatják majd be, hogy ők milyennek képzelik Magyarországot. Fekete Győr András elnök vázolta, a politikai generációváltás mellett egy 21. századi társadalom létrejötte az elsődleges céljuk. Mi nem fogunk és nem is akarunk emigrálni, nem akarjuk itt hagyni ezt az országot. Mi azért küzdünk, hogy politikai béke honoljon Magyarországon. Mi azért küzdünk, hogy Magyarországon az emberek cselekedjenek és felkeljenek a politikai apátiából. És mi azért küzdünk, hogy Magyarországon egy 21. századi modern európai államot és európai társadalmat építsünk fel. Kecskemét jelöltje Bodrozsán Alexandra beszédében hangsúlyozta, ha az egyik nézetnek helye van a világban, akkor teret kell adnunk a másiknak is. Az elnökségi tagok és az egybegyűltek miután lila léggömböket engedtek a magasba, 106 választási üzenetet helyeztek el a Kecskeméti Városháza előtt felállított karácsonyfán, melyen vízkereszt ünnepe miatt mindössze egy napig lobogtak a lila kártyák. A Momentum kampánystartjának következő állomása Berlinben volt hétfőn délelőtt. Meghosszabbított nyitvatartásnak örvendezhetnek a jégkorcsolya szerelmesei. Az eredeti terv szerint január 14-én használhattuk volna utoljára a főtéri jégpályát, de népszerűségének köszönhetően további alkalmakra is lehetőség nyílik. Az üzemeltető bejegyzést tett közzé az egyik közösségi oldalon, miszerint kellő visszajelzés esetén meghosszabbítja a jégpálya nyitvatartását. A visszajelzéseket kedvelések és megosztások formájában várta. 50 kedvelés esetén egy héttel, 100 esetén két héttel ígérte a szezon meghosszabbítását. Mivel az időjárás nem adja meg a tökéletes téli hangulatot, sokan ragaszkodnak a jégpályához, mert az a térre emlékeztet. Az üzemeltető ajánlatát óriási érdeklődés övezte. A bejegyzésre közel 1000 kedvelés és számos megosztás is érkezett két napon belül. A téli kikapcsolódás ezen fajtája így egészen január végéig lesz elérhető az érdeklődők számára. A híradó viszont véget ért, és nem hosszabbítunk, úgyhogy gyorsan megmutatjuk a híreket még egyszer röviden. El volt tiltva a vezetéstől a szombatesti autós üldözés ámokfutója. A menekülő férfit a rendőrök megtalálták és őrizetbe vették. Több kutatásfejlesztési program is elindul a Neumann János Egyetemen a következő tanévben, a gazdaságtudományi kar pedig már csábító lehetőségekkel várja hallgatóit. Elkezdték elszállítani az utcákra kihelyezett karácsonyfákat Kecskeméten. Minden városrészbe két alkalommal mennek ki a fenyőkért a szemétszállítók.
Meghosszabbították a főtéri jégpálya nyitvatartását. A téli hangulatot idéző jégpálya egészen január végéig várja a korcsolyázni vágyókat. Ezek voltak a híres hírek hétfőn este. A hírórát azonnal folytatjuk a kiemelővel, amelyben ma vendégünk lesz Boronkai Péter paratriatlonista, aki jó eséllyel lehet az év sportolója kitüntetettje. A díjat csütörtökön este a Nemzeti Színházban fogják átadni, és az M4 is élőben közvetíti. Továbbá beszámolunk az év agrárgazdálkodójáról is, aki szintén egy Kecskemét környéki biogazdálkodó. Bemutatjuk a II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai által készített alkotásokból készült kiállítást, és beszámolunk a Mercedes gyár területén folyamatban lévő ásatásokról is. Ha lemaradtak a hírekről, akkor olvashatják hírportálunkat, a cím a híres.hu, vagy megnézhetik a híres hírek ismétlését a szokott időpontokban 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor. Friss hírekkel legközelebb holnap este a szokott időpontban, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, most köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden túlnyomóan felhős időre készülhetünk, de időnként előbukkan a nap. Folytatódik az évszakhoz képest 10-15 fokkal melegebb, már-már tavaszra emlékeztető idő. Napközben 4-10 fokra számíthatunk. A következő napokban az előrejelzések szerint folytatódik a kora tavaszi időjárás. Péntekig erősen felhős, borongós időre van kilátás, de csak kisebb csapadék fordulhat elő. A keleti, majd észak-északkeleti szél csak helyenként élénkülhet meg.